A napirendi pontok megtárgyalása előtt kitüntetések átadására került sor. Elsőként Hubay Viktóriát, a Nimród Bioszálloda Bioétterem és Biobolt igazgatóját köszöntötte Szepessy Tibor polgármester a képviselőtestület nevében, aki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által meghirdetett Év Fiatal Szállodása 2022 közönség szavazásán közönségdíjat kapott. Ezt követően Molnárné Balogh Évát, a Karcagi Arany János Általános Iskola pedagógusát köszöntötte Szepessy Tibor, aki a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a roma kultúráért és oktatásért a hátrányos helyzetű emberek felzárkózása érdekében végzett tevékenységért. Balázs János díjat vehetett át a belügyminisztériumban, Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkártól. 2023. április 14-én Gödöllőn rendezték meg a WorldSkills Lyon 2024 nehéz gépkezelő versenyszám válogató döntő versenyét, ahol Csala Dávid Károly tanuló harmadik helyezést ért el. Ugyancsak ezen a napon hirdettek eredményt az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye, mezőgazdasági és erdészeti gépisztechnikai ismeretek tantárgy országos döntőjében. Az összesített pontszámok alapján Mile Artur Bálint negyedik helyezést ért el, melynek jutalma a felsőfokú továbbtanuláskor adható maximális pont. A diákokat, valamint felkészítő tanáraikat, Balogh István és Simon Gyula szakoktatókat Szepessy Tibor polgármester köszöntötte, és valamennyi díjazottnak az önkormányzat nevében szívből gratulált, további munkájukhoz pedig sok sikert és jó egészséget kívánt. A köszöntések után Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást a két testület ülés közötti időszakban történt legfontosabb eseményekről. 2001 óta hazánkban minden év április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját. A dátum a zsidó honfitársaink gettóba tömörítésének idejét jelzi, amikor a történelem során elkövetett példátlan kegyetlenségek hazánk zsidóságát sújtották. Az ülésen a képviselőtestület és a jelenlévők egyperces néma felállással adóztak a magyarországi és a karcagi áldozatok emléke előtt. Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalására tért a testület, melynek első pontja a település közrend és közbiztonsági helyzetéről tett tájékoztató volt, amelyről precíz részletességgel számolt be dr. Karsai Lajos alezredes kapitányság vezető. Az ülésen jelen volt dr. Rádi Norbert, dandártábornok, a Jászhegyi Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya. Dr. Karsai Lajos kapitányságvezető egy prezentációval készült, amely által rendkívül érthetően kerültek bemutatásra nagy mennyiségű számadatok. A karcagi rendőrkapitányság munkatársai több területen is kimagaslót alkottak. Az eredményesség ebben az évben is kiemelkedő. Városunkban stabil közbiztonságot tudhatunk magunkénak. Szepessy Tibor polgármester a testület nevében megköszönte dr. Rádi Norbert főkapitánynak és dr. Karsai Lajos kapitánynak az együttműködést és azt a rengeteg munkát, amelyet az előző évben elvégeztek. A beszámolót a képviselőtestület egyhangulag elfogadta, majd újabb köszöntésre került sor, ugyanis a Jászhegyi Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitányát, rendőrségi főtanácsost, Szent György nap a rendőrség napja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára dandártábornokká léptette elő Novák Katalin, köztársasági elnök. Ezt követően a helyi kitüntető elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 24/2022-es önkormányzati rendelet módosításáról tárgyalt a testület, majd következőleg a város település szerkezeti tervének megállapításáról szóló határozat módosításáról döntött a képviselőtestület, majd az ezt követő napirendi pont szintén ehhez kapcsolódott, amely a karcagi településrendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló rendelet módosítására vonatkozott. Ezek a kerékpárút fejlesztések miatt szükségesek, hogy a kerékpárút folytatódjon és a 3401-es út teljes hosszában meg tudjon valósulni, így Karcag összeköttetésbe kerülhet a Tiszatóval. A települési önkormányzat számára kötelező feladat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli melegétkezés,
Így a karcagi városi önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenes étkezést biztosít. Újabb beszámolók megtárgyalására és megszavazására került sor, amelyek közül elsőként a Madarász Imre Egyesített Óvodai és a Karcag és Térsége Tehetségsegítő területén működő tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködéséről szólt. Ennek előadója Balajtin és Ütő Margit intézményvezető helyettes volt, akinek Szepessy Tibor polgármester a következő szavakkal fejezte ki köszönetét. Én köszönöm szépen az óvoda valamennyi dolgozójának, vezetőjének azt a munkát, amelyet elvégeznek, hiszen nem csak a hátrányos helyzetű gyermekekkel kell foglalkozni, kiemelten nem csak azokkal a gyerekekkel, szinte mindenkivel, aki az óvodás korban, az óvodába jár és részt vesz az óvodai foglalkozásokon, hanem külön kiemelten kell foglalkozni azokkal a tehetséges gyerekekkel, akik valamilyen szinten és valamilyen területen kiemelkedőt tudnak mutatni, és kiemelkedő tehetséget mutatnak, hiszen az ő gondozásuk, fejlesztésük azt gondolom már óvodás korban is el kell, hogy kezdődjön, és utána majd nyilván ezt tud folytatódni az általános vagy középiskolás korban. Úgyhogy én köszönöm szépen az ő munkáját, az ő munkájukat és azt a kiemelt figyelmet, amelyet az óvodáskorú gyermekek tehetséggondozása területén folytatnak. Ezt követően a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárban működő szakköri tevékenységekről szóló beszámoló került megtárgyalásra. Szepessy Tibor polgármester a képviselőtestület valamennyi tagjának nevében elismerését fejezte ki az intézmény eredményei felé, és kifejtette, hogy minden olyan munka, amely a városi civil szervezetekben zajlik közösségépítésként, valamint minden olyan munka, amely a Dériné Kulturális Központban szakkörökön keresztül megvalósul, és közösségépítő tevékenységet folytat, az nagyon fontos az önkormányzat számára is, és fontos az itt élők számára. Szintén megtörtént a Volánbusz ZRT 2022. évi autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása. Ezt követően történt technikai jellegű határozat a következő testületülés időpontjának meghatározását illetően, majd a karcagi járásbíróságra történő bírósági ülnökök megválasztására tett javaslat szükségességének is eleget tett a képviselőtestület. Ezek után önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokra vonatkozó napirendi pontok megtárgyalása következett, melyek közül elsőként az úgynevezett orvoslakások kerültek terítékre, majd egy további ingatlan bérbeadásáról is szavazott a testület. Ezt követően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentések megtárgyalása és elfogadására került sor, majd ezeket követően a 16.-18. napirendi pontok zárt ülés keretében kerültek megtárgyalásra. A napirendi pontok mindegyike egyhangulag került elfogadásra.